Toronyszerű épület és egy hosszú, 2 méter magas fal. A legtöbb gyalogos csak kerülgeti az építményeket, de nem tudja, mik azok. Kérdésünkre néhányan megpróbáltak találgatni. Volt, aki közel járt az igazsághoz. Valami filmezés, úgy tudom. Akkor... Többet nem, mert igazából itt haladtuk a közelbe. Ez úgy néz ki, mint valami katonaságnak a kerítése. Gondolom szöges drót lesz a tetején, nem tudom. Nincs ötlet. Egy amerikai televíziós sorozat első bevezető epizódjának néhány jelenetét forgatják majd Győrben. A kémthriller Berlinben játszódik a 60-as években. A hosszú, magas betonfalnak tűnő építmény pedig maga a berlini fal. A főszereplő Benjamin Walker, aki a Lincoln a Vámpírvadász című filmben is főszerepet játszott. A színész ezúttal egy amerikai misszionáriust alakít. A történet szerint a bonyodalmak akkor kezdődnek, mikor a misszionárius elhatározza, hogy segít egy nőnek elszökni Kelet-Berlinből. A filmgyártó cég elég konkrét elképzelésekkel keresett már fel minket, hiszen azt mondták, hogy hosszú hónapok óta keresik a megfelelő helyszínt Magyarországon és külföldön egyaránt, és amikor rábukkantak Győrben a Kossuth hídra, hiszen ugye ott lesz a forgatás, akkor ezt azonnal a szívükbe zárták. A sorozat szereplőiről és a forgatás körülményeiről egyelőre keveset tudni. Annyi biztos, hogy komoly stáb dolgozik majd Győrben, hiszen a város több szállodájában több mint 200 szobát már lefoglaltak a stábtagok részére.